1962-ben adták át, azóta is az akkorival, vagyis ezzel a mozdonnyal és vasúti kocsikkal jár a Mecseki Kisvasút. Andróczy István tartja kezében azt az egyesületet, ami működteti a vonalat. Mint mondta, szíve szerint bármikor felül a mozdony vezető állásába, akár hóesés közben is. A mozdonnyal majd eltoljuk a havat, és akkor a hajtány is tud menni, akár télen is. Úgy hallottam, hogy tervezik, hogy esetleg a vonalat meghosszabbítják. Mit lehet erről tudni? Hát álom. Nem sikerül ez egyelőre, se szándékot nem látok, se lehetőséget rá. Valamikor 1962-ben, ugye most vagyunk 60 évesek a kisvasút, akkor úgy tervezték még, hogy a kis rétig elmegy a kisvasút. Hát aztán abban maradt, és azóta nem jött vissza senki, hogy folytassa ezt a munkát. Hogy most már nincs itt a Dömörkapunál igazából olyan látványosság, mint régen volt a Vidám Park, viszont a másik állomás az közelebb van az állatkerthez, gondolkodtak azon, hogy esetleg a végállomását a vonatnak átköltöztessék a másik oldalra? Hát nem reális. Olyan a közút is ott találkozik, a tévétorony is a Dömörkapu utalágazása is, és egy olyan kicsi a hely, hogy ott sajnos nem tudnánk oda költözni. Sokkal jobb lenne, hogyha a volt Vidám Park helyét tudnák hasznosítani valami hasonló célra, akár állatkert, akár valami más park, amiről hallottam is elképzeléseket, hogy lesz valami a közeljövőben. Na jó. Leopold Bendegúz nem csak a vonat kerekeit tudja ellenőrizni, tolatás vezetői feladatokat is ellát. Ezt is azon a tematikus napközének is mondható héten tanulta, amelynek során a kisvasút fűtőházában, az állomás peronján és a sínek között oktatták őt és 10 társát a vasútközlekedés alapjaira. Pár szóban el tudnád nekem mondani, hogy miket tanultatok itt a táborban? Hát a jelzéseket, meg a tolatásvezető, meg a pályarendező dolgait, meg ilyesmiket, meg a sínnek a hány centi, hogy hívják, a közötte lévő szélessége, meg hogy hány kiló egy síndarab, meg hogy a talfát mikor kell cserélni és hogyan, meg a csavarokat hogyan kell meghúzni, meg hogyan kell megnézni a vonatnak a kerekeit, ha nincs elrepedve. És hogyan kell megnézni, hogy nincs elrepedve? Hát, hogy kilazítjuk a fékeket, és megütjük, és hogyha szépen cseng, akkor nincs elrepedve, de hogyha tompa a hangja, akkor meg van repedve, vagy van benne lyuk. És mi egy tolatásvezetőnek a dolga? Tolatásvezetőnek az a dolga, hogyha a vonat befut az állomásra, akkor irányítja a jelekkel, hogy hova menjen és mikor. Mindezt kék sapkában, jól látható színű zászlót lengetve teszi. A lengetések komoly információkat hordoznak magukban, ahogy a sapka színe is. Ugyanis a vörös sapka már a forgalmi szolgálattevő fején látható, ő indítja tárcsájával a vonatot. A forgalmista forgatásunk idejére helyet foglalt a kisvasút legújabb járművén, egy benzin erőforrással rendelkező hajtányon. Már az országban egyre több helyen építenek ilyen hajtányokat, mert nagyon népszerű a látogatók körébe, és a legnagyobb örömre miénk is elkészült. Már évek óta ez volt a vágyam, és így beszéltem Skoda Gáborra, és szerencsére elvállalta, és épített nekünk egy ilyen szerkezetet. Az említett úr egy vasút iránt elkötelezett vállalkozó. Az ő segítsége mellé magánszemélyek által nyújtott adományok voltak szükségesek, hogy a gyerekek által kedvelt újdonság megépülhessen. Hát az ára meghaladja a 1,5 millió forintot, de hát ez elég baráti ára, hogy összeszereléssel, mindennel sok barátom segített. Hát 8 személy tudunk egyszerre elszállítani, 4 sebességes, de hát a 4 sebessége is van, maximum 15 km-es sebességet tud, ami nekünk persze bőven elég. Egy quad motor van benne, teljesen új, mind a 4 tengely hajt, prímán meg tudunk állni vele, és reméljük, hogy sokan örömüket lelik majd ebbe. A hivatalos nevén turisztikai hajtány ugyanazon a keskeny nyomtávú vonalon működik, mint a Wayne Diesel és az általa vontatott kocsik. Fontos dátum közeledik a vasút életében, ebben a hónapban ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. Erre az alkalomra is várják az érdeklődőket. Túrával kezdjük 20-án, végigmegyünk azon a nyomvonalon,
ahol ment volna a kisvasút 1962-ben, vagyis a tervek szerint, ahova tervezték. Utána ide visszajövünk, itt a Madártani Intézet tart egy kiállítást mind a két napon, szombaton és vasárnap is, és persze hajtányozás, másik hajtány is lesz itt, és azok, akik velünk tartottak a túrázásba, azokat egy ingyen vonatozásra is meghívjuk. A táborban a gyerekek megtanultak összeállítani még egy kéttengelyes, fémvázas, kézzel tolható eszközt is. István bácsi pedig megnyugtatott mindenkit, hogy az ünnepi alkalomra az említett másik hajtány kapcsán nem erre gondolt. Augusztus 20-án tehát reggel 9 órára várja az érdeklődő gyermekeket és családjukat a Dömör kapu állomásra a Mecseki kisvasút.